Hosszú évek óta jó munkakapcsolat köti össze Decsen kormányzatát az S plusz C Kft-vel. Így vetődött fel az egykori, sok tíz éve szemétlerakóként működő terület felhasználásának lehetősége. A Kft. Ezt követően tisztította meg a területet, és építette fel a napelem parkot. 1980 napelem került itt felszerelésre, és egy trafót kellett telepítsünk, ami ide egy ilyen 600 méterre csatlakozik rá a nagy feszültségű elosztóhálózatra. A megtermelt állam a hálózatra megy föl, és innen kapják majd a fogyasztók. Antal Zsolt polgármester azt mondja, több szempontból is előnyös a beruházás a település szempontjából. Egyrészt az Unió klímastratégiának legalábbis be lehetünk avatkozni, tehát tudunk segíteni Magyarországon ezzel a két naperőmű parkkal. Másrészt reméljük, hogy a Kft. Nyerességesen tudja üzemeltetni a naperőmű parkokat, mert így az önkormányzat felé, azon kívül, hogy a területet bérli tőlünk, és bérleti díj formájában ugye a bérleti díjat fizet felénk, remélhetőleg nyereséget is termel, és így az iparizási adóbevételünket is növelni fogja. Harmadszor pedig ez a terület, amin most itt állunk, ez illegális szemét vagy hulladékraként működött évek óta, és ezzel most ez a harmadik probléma is megoldódott, hiszen egy körbekerültet és rendezett területen állunk. Antal Zsolt reméli, hogy ez a fejlesztés egy első lépés, és további beruházások és vállalkozások is megjelennek majd a területen.